Hogy mint konád? Hát csak úgy lassacskán. És te? Élek! Fáradjanak az asztalhoz, fogyasszanak bátran! Az egyik még messze van! Csehov nem sokkal a Manó bemutatója után ezekkel a szavakkal tagadta meg a művét. Igazi csapás volna a számomra, ha valamilyen erők megmentenék a feledéstől és életre keltenék. Sem új bemutatóját, sem új kiadását nem engedélyezte a mű sikertelensége miatt. Megírta viszont a remek művű második változatot, a Ványa bácsit, s úgy hitte, hogy ezzel végképp sikerült kivetnie a színházi köztudatból a sajnálatos előzményt. Ám a színházak ma is játsszák a darabot, ami egy félresiklott nyaralás története. Borzasztóan izgalmas, mert nagyon nagy szabadságot ad az alkotó csapatnak, hiszen ez egy túlírt darab. Ha az egészet előadnánk, akkor kb. 4 óra lenne a játékidő, tehát húzni kell belőle, hogy elviselhető legyen, és azt, hogy hogy húzunk belőle, az bizonyos szempontból szabadságot ad a gondolatnak, ami mellett mi szeretnénk haladni. És a későbbi nagy művek összes kis apró momentuma ott van benne, és a mi dolgunk, hogy próbáljuk irányítani a cselekményt, a történetet, egymás követő jelenetek érzelmi töltetét, hogy a nézőnek katarzist okozzunk. Szerebriakov professzor alakját Puskás Tivadar kelti életre. A művész, bár korábban mindössze egy Csehov szerepet alakított, nagyon kedveli a szerzőt, és a professzor karaktere is közel áll hozzá. Én egy öreg professzort játszom, aki körül egy picit forogott a világ itt ebben a faluban, aki tényező abban a faluban, de már öregszik. Fiatal felesége van, szeretne mindenki megkörnyékezni a feleségét, a lányát. Tehát valahogy ő viszont nem bírja már elviselni ezt a tunyaságot. Ő hozzászokott a nagyvilági élethez, a hírnévhez, a sikerhez. Puskás Tivadar mellett a főbb szerepekben Szabó Mártát, Jenei Juditot, Dézsi Darinkát és Horváth László Attilát láthatja a közönség. A címszerepet Íjés Ákos alakítja. A premiért pénteken tartják a Kludi Kamarában.